Füllet volt a levegő, szerettem volna húzatot csinálni a szobában, de valaki mindig becsukta az ajtót. Elfáradtam. Kír Bulicsov. A választás. Kariksára fordítása. Már öt perccel azelőtt, hogy felvettem volna a telefonkajdlót, Megpróbáltam kitalálni valamilyen valószerű ürügyet, ami miatt ne kelljen találkoznom Katrinnal. De amikor tárcsáztam, arra gondoltam, hogy Katrin most úgyis azt fogja mondani, hogy nem találkozhat velem, mert értekezlet lesz náluk. Katrin maga vette fel a kagylót. Megjegyezte, hogy korábban is felhívhattam volna. Ekkor jött od a Grógius, letette az asztalra konzervekkel és a kristálycukorral megtömött szatyrát. A vikendházába készült, ott topogott a telefon mellett, és várta, hogy befejezzem a beszélgetést. Türelmetlenül nézett rám. Katrin halkan beszélt. – Mit mondtál? – kérdeztem. – Beszélj hangosabban. – Negyven perc múlva – mondta Katrin. – A szokásos helyen. – Nesze, tessék – mondtam Grógiusnak, és letettem a kagylót. – Telefonálhatsz. – Köszönöm – felelte. – Tudod, a felesége munkaideje hamarabb ér véget – a laboratórium bejáratánál egy lány várt rám a könyvtárból. Közölte, hogy két éve nem fizettem ki a vöröskereszt és hogy a könyvtárból sem kölcsönözhetek könyvet, mert nyolc könyvet nem adtam vissza. Közülük legalább kettőt suren vitt el tőlem. Suren pedig elutazott Örményországba. Maga is szerepel a hangos esti híradóban? kérdezte tőlem a lány. Nem feleltem, és rávillantottam belmondó mosolyomat. A lány megjegyezte, hogy nagy színész vagyok, csak az akár, hogy nem képezem magam, amire én azt feleltem, hogy nem kell tanulnom, mert úgyis mindent tudok. Szeretek magával beszélgetni, állapította meg a könyvtáros lány. Maga jó ember. Ez nem igaz, ellenkeztem. Csak színlelem. A lány nem hittel, és majdnem boldogan távozott, bár nem hazudtam neki. Valóban csak színleltem. füllet volt a levegő. Gyalog mentem végig a Puskin utcán, hogy agyonüsse az időt. A Csajkovszki hangversenyterem melletti kiosztban szegfűt árultak, de a szegfűk hervadtak voltak. Nekem pedig olyan gondolatom támad, hogy ha elmegyek Katrinnal valahová, olyan leszek, mint egy gavallér. Ostoba érzés fogott el, mintha mindez már megtörtént volna velem valamikor. Ez a bágyasztó nap is. Katrin ugyanúgy várt rám a félkör alakú hosszú padon. Puskin szobra előtt pedig virágcserepek álltak, kiszáradt virágokkal és egy kifakult búzavirágcsokor. Így is volt. Még a búzavirágcsokor is. Katrin azonban késett, és én leültem a pad üres végére. Nem ért idáig a bokrok árnyéka, ezért senki sem jött ide. Az árnyékban német turisták ültek szorosan egymás mellett ölükben a vásárolt holmival. Távolabb öreg emberek üldögéltek, és azok, akik hozzám hasonlóan valakire vártak. Az egyik öreg hangosan odaszólt a szomszédjának. Ez valóságos bűn. Ilyen időben Moszkvában maradni bűn. Haragudott, mintha valaki felelős lenne ezért a bűnért. Katrin nem egyedül jött. Nyomában, vagy inkább mellette, magas, széles férfi kis szakállát, mintha ügyetlenül ragasztották volna az állára, meg az arcára, és emiatt olyan csaló kinézése volt. A férfi tányér sapkát viselt, és hűvösebb időben bizonyára bársonyzakót vett volna föl. Ránéztem a férfire, mivel Katrinra nem kellett néznem, úgy is tudtam milyen. Katrin kölyök kutyához hasonlított, egy dokk kölykéhez. Nagy lába és keze volt, és mintha több lett volna belőlük a kelleténél de éppen ez volt benne a gyönyörű. Katrin megkeresett, odajött és leült. A férfi is mellénkült. Katrin úgy tett, mintha nem ismerne, és én sem néztem rá. A férfi megszólalt. Itt nagy a hőség, nagyon tűz a nap, napszúrást kaphat az ember. Katrin egyenesen maga elé nézett, és a férfi gyönyörködött az arcélében. Nyilván kedve volna megérinteni a kezét, de nem merte megtenni és az újai tétován megálltak Katrin csuklója fölött a levegőben. A férfi homloka nedves volt a verítéktől, az orszája fény lett. Katrin elfordult tőle, kezét felemelte a térdéről, és rám se nézve, csak nem hangtalanul mondta. Változzát póká, de úgy, hogy én ne lássam, ijeszt halálra. Mondott valamit? kérdezte a férfi, és megérintette Katrin könyökét. Újjai megdermedtek, amikor Katrin hűs bőréhez értek. Előre hajoltam, hogy találkozzon a tekintetünk, és azután hatalmas póká változtam át. A testem majdnem fél méteres volt, és lábaim egy méter hosszúak. Olyan állkapcsot gondoltam ki magamnak, ami gömbfűrészhez hasonlított, és bűzös méreggel volt bekembe. A hátamra pedig nyüzsgő fiókákat halmoztam. A pókfiókák szintén mozgatták álcsápjukat, és mérget bocsátottak ki. A férfi nem értette meg rögtön, hogy mi történt. Hunyorgott, de kezét nem vette le Katrin könyökéről. Akkor Katrint is pókká változtattam át, és szugeráltam a férfinek, hogy érezze újai alatt a pók hideg és nyálkás testét. A férfi melléhez szorította széttárt újait, másik kezével a szeméhez kapott. Az ördögbe is kiáltott fel. Azt hitte, hogy rémeket lát és nyilván bizonytalan volt, mint sok robusztus férfi. Kényszerítette magát, hogy még egyszer rám nézzen, és akkor kinyújtottam felé a karmos melső lábamat. Erre elmenekült. Szégyelte, hogy fut, de nem bírta legyőzni rémületét. Az öreg emberek csodálkozva néztek utána. A németek pedig megragadták a vásárolt holmival teli szatyrukat. Katrin elnevette magát. Köszönöm, mondta. Ezt mindig pompásan csinálod. Nem szaladt volna világgá. Jegyeztem meg, ha nem változtatlak téged is pókká. Szégyeld magad, mondta Katrin. Hová megyünk? kérdeztem. Ahová akarsz, felelte Katrin. Ma nagyon fülett a levegő, mondtam. Hol akaszkodott a nyakadba? A mozi felől jött. Mondtam neki, hogy vár a férjem, de azután elhatároztam, hogy megbüntetem, mert nagyon beképzelt. Ne menjünk a parkba is, ígyunk sört. Nagyon sokott az ember, mondtam. Ma péntek. Te magad mondtad, hogy pénteken minden értelmes ember kimegy a zöldbe. Ahogy parancsolod. Akkor fogjunk egy taxit. A taxiállomáson hosszú sor állt. A nap már egészen a házat tetejéig ereszkedett. Úgy tetszett, hogy túlságosan közel jött a földhöz. Csinálj valamit, szólalt meg Katrin. Ott hagytam a sort, és az test szélére álltam, hogy elfogjak egy magánautót. Máskor nem csinálok ilyet, most is csak Katrin kedvéért tettem. A sarkon észrevettem egy üres kocsit. Egyszeriben átváltoztam Juri Nyikulinná. – Hová igyekszel? – kérdezte a sofőr, amikor bedugtam Nyikulin fejemet a kocsi ablakán. – A parkba. – Elviszlek, Jura, ülj be! Oda hívtam Katrint, aki megkérdeztem, miközben a kocsihoz mentünk. – Kinek mutattad magad? Júri Nikulinnak, feleltem. Helyes, mondta Katrin. Büszke lesz rá, hogy a kocsiján vihet. De hiszen tudod. Régen nem láttalak a moziban, Jura, jegyezte meg a sofőr. Élvezve, hogy elérhető vagyok számára, és beszélgethet velem. Most a cirkuszban lépek föl, mondtam. Egész idő alatt Nikulira kellett gondolnom, bár jobban szerettem volna Katrint nézni. Katrin jól szórakozott. Az alsó ajkát harabdálta és éles szemfogai belemélyedtek. A sofőr beszédes volt, egy rubelt adtam neki, és azt mondta, elteszi, emlékbe. A bejáratnál levő nagy fák alatt hűvös volt, és a kispadok mind megteltek. Elől a kerekmedencén emelkedett a kupola, amit az amerikaiak hagytak ott, amikor véget ért a kiállításuk most abban valamiféle Inter 71 kiállítás volt. Az jutott eszembe, hogy ha Gurov hétfőig elolvassa a Grógiusszal együtt írt beszámolónkat, akkor kedden biztosan bejön a laboratóriumba. Grógius voltaképpen nem értette, hogy mit követtünk el. Én értettem. Menjünk balra, szólt Katrin. Az utakkal szőt erdőben, egy már réges-rég, nem festett palánknál, Katrin leterített két újságot, és a fűre ültünk. Katrinnek sörre támadt kedve. Én elővettem a sörös üveget az aktatáskámból. A munkából jövet vásároltam, mert eszembe jutott, hogy Katrin sört akar inni. Nem volt mivel kinyitni az üveget, ezért a palánkhoz akartam menni, hogy egy karon kinyissam. A palánk előtt széles árok húzódott. Arra gondoltam, hogy át is repülhetném. Nem akartam átugrani, hanem repülni a levegőben. Az ösvényen azonban feltűnt két gyermekkocsit toló asszony, és inkább átugrottam az árkot. Szívesen repülnél? kérdeztem Katrintól. Katrin mereven nézett rám. Észrevettem, hogy szembogara összeszűkül, amikor a nap belevilágít a szemébe. Semmit sem értesz meg, felelte Katrin. Nem tudsz gondolatot olvasni. Nem tudok, Ittuk a sört az üvegből, és ide-oda adogattuk az üveget egymásnak, mint valami békepipát. Nagyon melegem van, jegyezte meg Katrin. És mindez csak azért, mert nem engedett, hogy feltűzzem a hajamat. Én? Azt mondtad, jobban tetszik neked, ha leengedem a hajamat. Nekem mindenképpen tetszel, mondtam. De leengedett hajjal jobban? Elfogadtam az áldozatát. Katrin, szólaltam meg. Legyél a feleségem. Szeretlek. Nem hiszek neked, felelte Katrin. Nem szeretsz. Buta vagy, állapította meg Katrin. Fejemet egészen a föld fölé hajtottam, és sorban megcsokoltam minden egyes barnára sült újját. Katrin a tarkómra tette másik kezét. Miért nem jössz hozzám feleségül? kérdeztem. Ha akarod, mindig szép leszek számodra, mint egy filmsztár. Belefáradsz, felelte Katrin. És mégis miért? sohasem leszek a feleséged, mondta Katrin. Mintha a kozmoszból jöttél volna, idegen vagy, veszélyes elem. Egy gyermek otthonban nevelkedtem, mondtam. Tudsz róla, ugye? És megígérem, hogy soha többé nem hipnotizálok senkit sem. Téged meg egyáltalán nem. Szugeráltál valaha is nekem valamit? Levette tenyerét a tarkomról. Éreztem, hogy a keze dermetten állva marad a levegőben. Csak akkor, ha kértél rá, amikor a fogad fájt, emlékszel? És amikor olyan nagyon akartál egy zsiráfot látni a komszomolt érem. Nem szugeráltad nekem, hogy szeresselek? Ne beszélj ostobaságokat, és tedd vissza a kezed. Úgy jobban érzem magam. Hazudsz! Azt akarom, hogy te igazában szeress engem. A tenyér visszakerült a helyére, és Katrin elismételte. Nem hiszek neked. Kiittuk a sört, és kitettük az üveget az út szélére, hogy akinek szüksége van rá, megtalálja, és megkapja érte az üvegbetétet. Mindenféle haszontalan dologról beszélgettünk, még Tatján a mostohapjáról is, meg az emberekről, akik elmentek mellettünk, és ránk néztek közben. A parkból akkor mentünk csak ki, amikor egészen besötétedett. Sokáig álltunk a sorban taxira várva, és amikor elkísértem a ház bejáratához, Katrin nem akart búcsúzóul megcsókolni. A jövőt illetőleg semmiben sem állapodtunk meg. Gyalog mentem haza, és szomorú voltam. Elképzeltem magamban egy perpétum mobilét. Azután pedig bebizonyítottam, hogy mégsem fog működni. A bizonyítás nagyon nehéznek bizonyult, és már majdnem elfeledkeztem Katrinról, mire az utcánkba értem akkor hirtelen átvillant az agyamon, hogy amikor belépek a lakásba, megszólal a telefon. És Grógius közli, hogy nem sikerül a tervünk. Nem volt kedvem kikerülni a hosszú pázsitot. Elhatároztam, hogy átrepülöm. A repülés nem volt egyszerű, mert többször elveszítettem az egyensúlyomot. Ezért úgy döntöttem, hogy nem repülök föl a lakásomba, a negyedik emeletre. Bár az ablak nyitva van. Felmentem a lépcsőn. Amikor kinyitottam az ajtót, megéreztem, hogy valaki ül a sötét szobában és vár rám. Becsaptam magam mögött az ajtót. Ráérősen beakasztottam a biztonsági láncot. Majd meggyújtottam a lámpát az előszobában. A férfi, aki a sötét szobában ült, tudta, hogy észrevettem a jelenlétét, de meg sem ocant. Megkérdeztem, Miért ül a sötétben? Elszundikáltam, felelte a férfi. Sokáig elmaradt. Bementem a szobába. Megnyomtam a villanykapcsoló gombját, és azt kérdeztem. Tegyek fel kávét? Csak magának, én nem iszom. A férfiból árat a tekinté. Megjelenése tiszteletet gerjesztett. Ezért én is tiszteletre méltó arcot vágtam, és azt szugeráltam a vendégnek, hogy sötétkék, Csíkos nyakkendőt viselek. A vendég elmosolyodott és megjegyezte. Ne erőlködjön, inkább tegye fel a kávét. Bejött utánam a konyhába. A zsebéből gyufát vett elő és meggyújtotta a gázt, miközben én a török kávéfőzőbe kávét töltöttem. Nem érzi magát egyedül? kérdezte a vendég. Nem. Még ma sem? Ma talán. És miért nem nősült meg eddig? Nem szeretnek a lányok. Megszokta a magányt. Talán. De barátai vannak, ugye? Sok barátom van. Csak éppen nem törődnek magával. Ez nem igaz. Hogyan jutott be a lakásba? A férfi vállat vont, és azt felelte: Berepültem. Nyitva volt az ablak. Ott állt, fejét, oldalt hajtotta, és vizsgálódva nézett rám, mint aki azt várja, hogy majd csodálkozom. Én viszont nem csodálkoztam. Mert az imént majdnem ugyanazt csináltam én is. Csak attól féltem, hogy elveszítem az egyensúlyomat és beleütközöm az erkély korlátjába. Az idegen rosszalóan csóválta a fejét. Semmi kétség, mondta, és megigazította a szemüvegét. Megesküdtem volna, hogy három perccel azelőtt nem viselt szemüveget. Beöntöttem a kávét a csészébe, elővettem egy csomag sajtos ostját, betessékeltem a vendéget a szobába. Igen, kifáradtam a hőségtől és a semmire nem vezető beszédektől. Vesse le a cipőjét, mondta a vendég aggodalmaskodva. Hadd pihenjen a lába. Nagyon kedves, feleltem, de megiszom előbb a kávémat, mert különben elnyom az állam. Az idegen végigment a szobán. Megállt a könyves végig símította újjával a könyvek gerincét, mintha kerítése húzná végig a botját. Nos, szólalt meg szinte hivatalos hangon. Nem egyszer feltette már magának a kérdést, miért nem olyan, mint a többiek, és nem találta kérdésre feleletet, és ugyanakkor valami visszatartotta attól, hogy orvoshoz forduljon. Én olyan vagyok, mint a többiek, ellenkeztem, és közben eszembe jutott, kár, hogy nem hallgattam rá, és nem vettem le a cipőmet. Már a gyermekotthonban jobban tanult a többi magával egykorú gyereknél. Sokkal jobban, még a tanárait is meglepte. Második díjat nyertem a matematikai pályázatom, mondtam. A tanáraimat azonban nem leptem meg vele, és érdemérmeket se nyertem. Szándékosan nem nyert érmeket, jegyezte meg a vendég. Zavarba jött a saját képességei miatt. Még Grógiusz is meggyőzte arról, hogy egyenrangú szerzőtársa. Ez pedig nem igaz, Magában azonban hatalmas meggyőző erő rejlik. Bárkinek, akármelyik hétköznapi embernek szugerálni tud, amit csak akar. És önnek? kérdeztem. Nekem nem felelte a vendégem, és hirtelenében átváltozott Puskin szobrává. Érdekes, jegyeztem meg. Most pedig az fogja majd bebizonyítani nekem, hogy a rokonom, és hogy bennünket láthatatlan genetikus kapcsolatok kötnek össze. Helyes, mondta a vendégem. Ha ez nem így lenne, akkor nem találja ki, hogy várok magára? Akkor legalább csodálkozik, amikor ismeretlen embert lát a lezárt lakásban. Akkor elképett volna azon, hogy felrepültem a negyedik emeletre. Erről jut eszembe, maga már tud repülni? Nem tudom, vallottam be. Ma első ízben próbáltam. És mit tudok még? Elég, ha csak ránéz egy könyvlapjára, hogy emlékezzen a szövegére. Olyan könnyedén és gyorsan ad össze, szoroz, von gyököt, hogy sikerrel felléphetne, mint számoló művész. Napokig kibírja alvás, sőt, evés nélkül is. Bár mindkettőt szeretem csinálni, és semmi kedven fellépni. Ez csak szokás, vágta rá a vendég hidegen, a környezet hatása. A gyermek otthonban vigyáztak arra, hogy a gyermekek éjjel aludjanak. Maga jól látja az összefüggést az olyan tények és jelenségek között, amelyek szemmel láthatóan nincsenek egymással kapcsolatban. Maga a helyi mértékkel mérve lángész. Bár távolról sem ura minden képességének, sőt, még csak nem is gyanítja saját lehetőségeit. Például, kérdeztem, a vendég azon nyomban szétfoszlott a levegőben, és a hátam mögött bukkant föl, az ajtónyílásban. Majd ráérősen visszament a könyvespolchoz, levette onnan az angol-orosz szótárt, és feldobta, a szótára levegőben maradt függve és mindez még előttem van, kérdeztem minden különösebb lelkesedés nélkül. Ez még nem minden, nekem már elég. Ha tanulni fog, ha visszatér természetes környezetébe, ha a magához hasonló lények között fog majd élni. Szóval, mondtam, én csak valamiféle hibrid vagyok, genetikai torszülött, és ezen felül még csak nem is egyedüli példány. Nem így van, ellenkezett a vendég. Maga itt egyszerűen idegen. Itt születtem. Nem. Falun születtem. A szüleim elpusztultak egy erdei tűzben. Engem a tűzoltók találtak meg, és vittek be a városba. Nem. Akkor mondja el, hogyan történt. Hamarabb kellett volna megtalálnunk magát. De ez nem könnyű feladat. Azt gondoltuk, senki sem maradt életben. A felderítő kozmikus űrhajón volt. A szüleivel. A hajó felrobbant, elégett, Magát a szülei még idejében kidobták az űrhajóból. Ez volt az erdei tűz. A tűzben leégett az erdőgazdaság telepe, amikor a tűzoltók magára bunkantak, élt és sértetlen volt, csak nagyon éhes, és nem tudták, hogy amíg a tűz tombolt, erőtér vette körül. Figyelmesen hallgattam, de egészen más nyugtalanított. – És voltaképpen milyen vagyok én? – kérdeztem. – Külsőleg? Azt akarja tudni? – Igen. – a vendég valami fajta szétfolyó anyaggá változott, félig áttetsző, váltakozó formájú és színű anyaggá, amelyből azonban nem hiányzott bizonyos kecsesség. Ez is hipnózis? Nem. De hiszen én nem akarok ember lenni, én ember vagyok. Ennélkül nem maradt volna életben a földön. Mi azt hittük, hogy meghalt, maga pedig alkalmazkodott a földi körülményekhez. Ha most nem keresem fel, élete végéig sem gyanítja az igazat. És most el kell önnel repülnöm? kérdeztem. Természetesen, felelte a vendég. Hisz nekem, ugye? Hiszek, feleltem. De fel kell hívnom Grógiuszt. Nem kell, mondta a vendég. Arra, amit maga Grógiuszsal együtt feltalált, egyenlőre nincs szükség a földön. Nem értik meg. Az akadémikusok csak kinevetnék. Már azon is csodálkozom, hogyan tudta Grógiuszba szugerálni azt, hogy higgyen ebben a vállalkozásban. Azért, mert képtelenség? Nem. Száz év múlva a földön rájönnek majd erre. A mi előírásunk az, hogy ne avatkozzunk bele semmibe. Igaz néha úgy látjuk, hogy ez a civilizáció zsákutcába jutott. Felvettem a telefonkagylót. Kértem, hogy ne telefonáljon Grógiusnak. Rendben van, feleltem, és Katrin számát tárcsáztam. A vendég rátette tenyerét a telefonra. Újra emberi alakot öltött. Ez már elmúlt, mondta. És a magány is elmúlt. És nem kell többé olyan lények között élnie, akik szellemileg annyira elmaradtak maga mögött. Mindenben. Ha nem bukkanok magára, elpusztult volna. Meg vagyok erről győződve. Most azonban sietnünk kell. A hajó vár. Nem olyan könnyű eljutni ide, a galaktika végére. És űrhajóink sem gyakran járnak erre. Zárja be a lakást. Nem veszik rögtön észre a távollétét. Amikor elhagytuk a lakást, és már a lépcsőnél voltunk, meghallottam, hogy csend a telefon. Egy lépést tettem hátra. Grógius telefonál, mondta a vendég. Beszélt Gurovval. Gurov úgy szétszette a dolgozatukat, hogy abban, ahogy mondják, kő kövön nem maradt. Grógius most majd az egészről elfeledkezik. Hamarosan mindent elfelejt. Igen, tudom, feleltem. Grógius telefonált. Gyorsan elrepültünk az űrhajóhoz. A bokrok fölött függött, közepes méretű, félig áttetsző űrhajó. És úgy látszott, mintha egyáltalában nem lenne alkalmas távoli utazásokra. Ott függött a parkban a bokrok fölött, és még körül is néztem, talán meglátom az üres sörös üveget. Búcsú pillantás? kérdezte a vendég. Igen, feleltem. Próbálja meg legyűrni magában a szomorúságot, mondta a vendég nem a vállásból fakad, hanem a bizonytalanságból, a tehetetlenségből, abból, hogy nem láthat a jövőbe. Holnap már csak mosolyog, ha visszaemlékezik az apró örömökre és az apró kellemetlenségekre, amelyek magát is körülvették. Sokkal több volt a kellemetlenség. Több volt, hagytam rá, miközben lágyan és melegen körülölelt az űrhajó levegője. Indulunk, szólt a vendég. Nem fogja érezni a túlterhelést. Figyeljen rám jobban, Földi porhűveje nem akar elszakadni magától. Az idegen szivárvány színű hullámok borították el, miközben játszva kormányozta a gépet a műszertáblán. Láttam az űrhajó félig áttetsző padlózatán keresztül, hogyan tűnik el egyre gyorsabban odalent a park sötét zöldje, hogyan futnak tova egyre kisebbedve az utcai fények és az ablakok csillagai. És Moszkva fényes foltá változott a föld sötét testén. Sohasem bánja meg, mondta a vendég. Most bekapcsolom a zenét, és meg fogja érteni, milyen magasságokat érhet el az értelem, amely a nagyszerűvel foglalkozik. A zene kívülről áradt, behatolt az űrhajóba. Lágyan felkapott bennünket, és az űr felé ragadott. Olyan tökéletes volt, mint amilyen tökéletes a csillagos ég. Ez volt az a tökéletesség, amely után vágytam a sivár éjszakákon, a fáradtság és a magány perceiben. Most újra meghallottam, hogyan cseng a telefon az elhagyott rendetlen lakásban. A telefon, amelynek kagylóját sötétkék szigetelő szalaggal tekertem be, mert valamelyik becsípet barátom levelte az asztalról, hogy a saktáblának helyet csináljon. Hát én most elmegyek, mondtam. Nem, felelt az idegen. Késő, nem térhet vissza. És egyébként is oktalanság lenne a múltba visszatérni, a messze múltba. Viszont látásra, mondtam a vendégnek. Ott hagytam az űrhajót, mert az este sok mindent megtanultam, amit azelőtt még csak nem is gyanítottam. Közeledett a föld és Moszkva. A kis fényes pontból újra tüzek és fények végtelen áradatává vált. Nagy nehezen találtam rá magasból ötemeletes blokkházunkra, amely szürkén állt társai között. A vendég hangja utolért a ki nem mondott, mondott dolgokkal, dolgokkal kínokkal, kínokkal és megaláztatásokkal teli életre ítélte saját magát. magát. Egész, Egész életében, életében mindig, mindig utánunk fog, fog vágyódni. De késő lesz. lesz, gondolja, gondolja meg, meg. meg, nem, nem szabad, szabad visszatérni, visszatérni a földre. A földre. Az erkére nyíló ajtó nyitva volt. A telefon csengése már elhallgatott. Kitapogattam. Fel sem gyújtva a lámpát, felhívtam Katrint és megkérdeztem. Te hívtál, Katrin? Elment az eszed, förmet rám Katrin. Már elmúlt éjfél, fellármázod a szomszédokat. Szóval te hívtál? Bizonyára az őrült Grógius barátod volt. Tűvé tesz érted a várost. Kár, mondtam. Grógiusért? Nem, kár, hogy nem te hívtál. És miért kellett volna téged felhívnom? Hogy közöld velem, hogy hozzám jössz feleségül elment az eszed. Már megmondtam, hogy sohasem megyek feleségül egy kozmoszból jött idegenhez, aki ezen felül még veszélyes elem is, és képes azt nekem, hogy ő belmondó. Soha? Feküdj le aludni, mondta Katrin, mert végleg megutállak. Holnap mikor fejezed be a munkát? Nem rá tartozik, rendezvún van. Velem van rendezvúd, jelentettem ki szigorúan. Jól van, veled, hagyta rám Katrin. Csak ne gondolj semmi fölösleges dologra. Képtelen vagyok most gondolkodni. Csókollak, mondta Katrin. Hív fel Grógiuszt, nyugtasd meg, majd megbolondul olyan izgatott. Felhívtam Grógiuszt, és megnyugtattam. Azután levettem a cipőmet, és félálomban eszembe jutott, hogy elfogyott a kávém, és holnap feltétlenül be kell néznem a Kirov utcai üzletbe, és iszonyú sokáig kell majd sorban állnom a kávéért.